Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! December 9-e péntek van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Kizárólag geotermikus energiát használ majd az új Győri Vízélménypark. A 2023 nyarára elkészülő létesítmény tervezésénél elsődleges szempont volt a környezetvédelem és a fenntarthatóság. Két év után rendezte meg újra élőben évzáró eseményét az Audi Hungária, ahol a sajtót látta vendégül a vállalat. A nehézségek ellenére a tavalyihoz hasonló eredményeket produkálhat a társaság. Az év utolsó megyei közgyűlését tartották pénteken a megyeházán. A testület meghallgatta az Értéktárbizottság beszámolóját, amiből kiderült, Megyerikum lett a Győri Evangélikus Sziget. Kizárólag geotermikus energiát fog felhasználni az új Győri Vízélménypark. A létesítmény tervezésénél elsődleges szempont volt a környezetvédelem. Ennek köszönhetően nem csupán környezetbarát és zöldebb lesz a beruházás, de nagy mértékben függetleníti magát a hagyományos energiahordozóktól is. A Győri Élményfürdő a Modern Városok program keretében kizárólag kormányzati forrásból valósul meg, a tervek szerint 2023 nyarára. A Bercsényi Liget mellett található az egyik győri termálkút, közel 2000 méter mélyről érkezik a kincset érő energiaforrás. Az épülő Győri Vízélménypark is ezt a termálvizet használja majd. Attól sem kell tartani, hogy ez a kút a közeljövőben elapadna. A geotermikus energiával az a helyzet, hogy amíg a Jóisten adja az esőt nekünk fentről, és megfelelő mennyiséget, tehát optimális mennyiséget veszünk ki a földből, szivattyozunk ki, abban az esetben ez mindig újra pótlódik. Figyelni kell arra természetesen, hogy ezt ne szívjuk túl szaknyelvvel szólva ezeket a kutakat. Győrbe három kut található, körülbelül olyan 600-630 ezer köbméter vizet veszünk ki évente. Ez egy nyugalmi állapotot tud teremteni abba a 2 kilométerre lévő kutakba, amik ellátják ezeket a termálkutakat vízzel, tehát 2 kilométer mélyen vannak ezek a kutak, ami azt jelenti, hogy ezt a 630 ezer köbméter vizet, ha nem vennénk ki, akkor a föld hője miatt és a föld repedései miatt amúgy is elpárologna valahol a mélybe. Nagyjából ez az az optimális mennyiség, ami akár évszázadokra, évezredekre is biztosíthatja itt a megfelelő vízmennyiséget. A kutakból csőrendszereken keresztül érkezik meg a termálvíz az élményparkba. Ahhoz, hogy a 65 fokos víz fürdésre alkalmas legyen, először is le kell hűteni. A hűtés során jelentős mennyiségű hő szabadul fel, a cél pedig az, hogy ezt a lehető leghatékonyabban használják ki. Már a tervező asztalon elsődleges szempont volt a környezetvédelem, hiszen az értékes győri termálvizet sokkal gazdaságosabban fel lehetne használni, mint korábban. Éppen ezért is határoztuk el akkor, hogy a megújuló energiát mindenhová bevezetjük a fürdőbe, ami azt jelenti, hogy különböző hőlépcsőkön keresztül vesszük le a 65 fokos vízből az energiát, ami azt jelenti, hogy nem csak a medencéket fűtjük vele, hanem a légtechnikát, az padlófűtést és egyéb más dolgokat. Odafigyeltünk lehetőség szerint az áram megtakarítása is, hiszen az is energia, és ahová lehetett, mindenhová frekvenciaváltókat építettünk be a forgató szivattyúkba és motorokba, ami azt jelenti köznyelvre lefordítva, hogy nem állandóan teljes sebességgel és nagy energiafelhasználással működnek ezek a berendezések, hanem figyelnek oda az optimális működésre, és amikor kevesebb energiaigény van, kevesebb vendég van, akkor visszafogják automatikusan energiafelhasználásukat. A geotermikus energia felhasználása azt eredményezi, hogy az új létesítmény fosszilis energia igénye zéró lesz, az elektromos áram fogyasztása pedig megújuló energiaforrások telepítésével tovább csökkenthető, és tovább lehet növelni a termálvíz hatékony felhasználását is. Hatalmas energia rejlik még az elmenő vizénkbe is, amivel fogunk törekedni a következő években, hogy ez megvalósuljon. Különböző hőszivattyúkon keresztül ez ma már adott a technológia, illetve még egy nagyon fontos van,
hogy magához, azokhoz a szivattyúkhoz, ami viszonylag nagy teljesítményű szivattyúk, amik a 2 kilométer mérőről kihozzák a vizeket, oda olyan kicsi napkollektor, naperőparkot építeni, ami saját magának megtermeli azt a villamos energiát, amivel a kutak tudnak működni. Ha ezek még megvalósulnak a elkövetkezendő években, akkor el lehet mondani, hogy teljesen függetleníteni tudjuk magunkat a külső tényezőktől, és teljesen önállóak tudunk lenni energetikai szempontból, és természetesen nem szennyezzük a környezetet. A Győri Vízi Élménypark építése tavaly januárban kezdődött meg 21,3 milliárd forintos kormányzati forrásból, és a tervek szerint a jövő év nyarán már birtokba is vehetik a látogatók. A beruházás a Modern Városok programjának köszönhetően valósul meg. 2 év után rendezte meg újra élőben évzáró sajtóeseményét az Audi Hungária, ahol a különböző sajtóorgánumokat látta vendégül a vállalat. Hagyományosan ilyenkor évértékelő beszédeket tartanak a vezetők, igaz, konkrét számok az adott esztendő termelésére vonatkozóan ritkán hangzanak el. Az azonban kiderült, hogy a nehézségek ellenére a tavalyihoz hasonló eredményeket fog produkálni az Audi Hungária. Örülünk, hogy megtisztelték rendezvényünket. Szeretnénk ezzel a karácsonyi rendezvénnyel a média számára is lezárni az évet. A járvány miatt 2 év után rendezett újra évzáró sajtóeseményt a különböző médiumoknak az Audi Hungária. Hagyományosan évértékelő beszédekkel indul a program, ami ezúttal sem volt másként. Alfons Dintner, a vállalat igazgatóságának elnöke azt mondta, ahhoz, hogy az Audi Hungária a jövőben is megőrizze versenyképességét, új stratégiára volt szükség. A győri vállalat a koncernen belül újabb szegmenst talált, ahol tovább erősítheti helyét. Unsere Zukunft, auch ein Teil unserer Strategie, next level. Alakítjuk a változást, folyamatosan változik a világunk, az iparágunk, így nekünk is változni kell. Erről szól új vállalati stratégiánk, a Next Level. Tudatosan haladunk előre, és rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan gazdasági társaság vagyunk, ami minden funkciót el tud látni. Nem csak egy olyan cég vagyunk, ami megkapja a tervet és legyártja azt a darabot, hanem olyan, ami a koncernhez tartozó valamennyi márkát kiszolgálja. Nem csak gyártunk, hanem fejlesztünk is, beszerzésben, valamint a pénzügy, informatika, termelés és logisztika területén is erősek vagyunk. 2024-től egy új modellt, a Cupra Terra Mart is Győrben gyártják majd. Ehhez azonban a teljes termelési rendszert át kell építeni, a robotcellákat és a gyártósorokat egyenként át kell alakítani. Les Zoltán járműgyártásért felelős igazgató elmondta, ezért jövő héttől kezdve 4 hétre leáll a járműgyártás. A jövő héttől viszont 4 hétre le fogunk állni többen, már valószínűleg akik Győrben élnek, ezt hallották, hogy 4 hétre leáll a járműgyártás. Jézusom, mi történt? Nincsen megrendelés, vagy valami gond van, nem, szó sincs erről. Átépítjük a teljes termelési rendszerünket, és ez egy óriási beavatkozás lesz a karosszérgyárunkba. Szinte minden cellának neki fogunk, leürítjük, átépítjük, aztán újraindítjuk. Les Zoltán igaz konkrét számokat nem említett, de úgy fogalmazott, hogy a nehézségek ellenére a tavalyhoz hasonló eredményeket fog produkálni az Audi Hungária, ami jövőre ünnepli alapításának 30. évfordulóját. Azt viszont kevesen tudják, hogy a járműgyártás is jubilál, 25 éves lesz a járműgyár Győrben. A 2022-es év utolsó megyei közgyűlését tartották pénteken délelőtt a megyeházán. A képviselők döntöttek a pályázatok menedzseléséből megmaradt pénzekről, amit jövőre a szervezet saját fejlesztéseire költhet majd el. A testület meghallgathatta a Megyei Értéktárbizottság beszámolóját is, amelyből kiderült, Megyerikum lett az Inzula Luterána, azaz a győri evangélikus sziget. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Egy új képviselő eskütételével kezdődött a pénteki megyei közgyűlés. A Momentumos Padúcs László vette át Füzi Tamás helyét, aki korábban lemondott posztjáról.
Ezután a Cinkapanna Egyesület idei munkájáról hallhattak meg egy összefoglalót a közgyűlési tagok. A megyei önkormányzat a szociális programját tekintve is erősít a roma közösségek felé, és ezért vagyunk kapcsolatban mi olyan szervezetekkel, akik a kulturális és az oktatási kérdésekben is tudnak segítséget nyújtani abban, hogy az arra rászoruló elsősorban gyermekek, fiatalok segítése érdekében tudjanak tenni. Tehát nagyon fontosnak tartjuk ugye ezeket. Az elmúlt időszakban 236 projektet menedzselt a megyei önkormányzat. Az ezért járó juttatásokból megmaradt pénz felhasználására döntöttek a képviselők. Volt róla szó, hogy ezt egy vagyonkezelő cégbe szervezzük ki ezt az összeget, de a Magyar Államkincstár és az irányítóhatóságnak az állásfoglalása alapján ez szükségtelenné vált, tehát a megyei önkormányzat a normál rend szerint is el tudja költeni, és a fejlesztéseihez, illetve az önkormányzati feladatellátáshoz ezt a pénzmaradványt fel tudja majd használni a jövő évben, hiszen jelentős fejlesztéseink vannak. A hivatali épület, központi épületünknek a felújítása mellett egy rendezvényházat is építünk, ami várhatóan augusztusban már szolgálja a feladatellátásunkat, és itt jelentős kiadásaink lesznek a jövő évben. A megyei értéktárbizottság beszámolója is a képviselők elé került. Két ülést tartottunk októberben, és éppen ezt a közgyűlést megelőzően, így aztán most 112-re nőtt a megyei értékeknek a száma, és a 112. érték Győr megye Jugovárosnak az evangélikus szigete, amely valóban, én azt gondolom, hogy nem csak a megyében, de az országosan is egyedülálló. Érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon Győrnek az egész újvárosi templom együttesét, az öt templomot nem lenne érdemes majd felvenni a megyei értéktárba, egyébként ezt mi nagyon-nagyon szívesen támogatnánk. És örülünk annak, hogy Győr megye Jugovárosnak ezek szerint aktív az értéktára, tehát amiben mindegy másfél évvel ezelőtt, még a Covid időszakában segítettünk elindulni, azóta nem csak, hogy elvégzi a saját munkáját, de azóta már második alkalommal megyei értéket is jelölt. Tehát ez az oda-vissza együttműködés, ez azt gondolom, hogy nagyon jól elindult. Hál' Istennek, ugyan a források szűkössége mellett idén már látszott, hogy a Covid adta megszorításokkal nem kellett számolni a megyei értéktárnak. Mind a két nagy rendezvényünket, a Győr-Moson-Sopron megyei borversenyt, és egyébként a Győr-Moson-Sopron megyei nemzetiségi napot és megyei értéknapot is meg tudtuk rendezni. Ez volt az év utolsó megyei közgyűlése, a testület legközelebb jövőre, januárban ül össze. Megnyitotta kapuit az Audi Hungária iskola központ saját kávézója. A Schulcafé különálló épületként az intézmény udvarán kapott helyet, és közösségi térként szolgálja a tanárokat, a diákokat és a szülőket. Az avató ünnepségen a terület országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, több mint 15 éve tevékenykedik a közéletben, de ez az első alkalom, hogy egy iskolai kávéház átadóján vehet részt, ami szerinte remek találkozási pont lehet a jövőben. Induljon a reggeled a kávé illatával! Legyen szép életed, kezd rögtön a mával. Alkalomhoz illő verssel készült az Audi Hungária iskolaközpont egyik növendéke. Csütörtökön ugyanis megnyitotta kapuit az intézmény saját kávézója. A Schulcafé különálló épületként az intézmény udvarán kapott helyet, és közösségi térként fog szolgálni a tanárok, diákok, szülők részére. Az avató ünnepségen az Audi Hungária iskola intézmény fenntartó és működtető közalapítvány kuratóriumi elnöke azt mondta, nagyon örülnek, hogy egy olyan helyen gazdagodott az intézmény, ahol a gyerekek, a pedagógusok és a szülők méltó körülmények között tölthetnek el időt. Nagyon örülünk, hogy ma itt állhatunk, és egy újabb olyan helyen gazdagodott az iskolánk, ahol a gyerekek, a tanárok, a szülők együtt tölthetnek, azt gondolom, hogy méltó körülmények között időt. Nagyon sok munkánk van ebben, hogy ez az épület létrejöhetett. Itt külön szeretném kiemelni Oláné Tóth Márta kolléganőmet, aki a szívét, lelkét beletette ebbe a feladatba. Ezúton is nagyon köszönöm neki. A szalag átvágásban közreműködött Simon Robert Balázs is, a terület országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, több mint 15 éve tevékenykedik a közéletben, de ez az első alkalom, hogy egy iskolai kávéház átadóján vehet részt, ami szerint egy úttörő kezdeményezés és remek találkozási pont lehet a jövőben. Reggel ránéztem az iskola honlapjára, és az a fő gondolat jelentott meg, hogy a találkozások iskolája, és én azt gondolom, hogy ez egy kiváló találkozási pont, ez a kávézó itt az iskola udvarán, hiszen nem csak a diákok, hanem az itt dolgozó pedagógusok és a szülők, illetve
az ide járó vendégek is tudnak itt megbeszélni találkozásokat és eltölteni kellemes perceket, vagy akár órákat is ebben a kávézóban. Érkeznek az első vendégek a hivatalosan is átadott Schulcaféba. A meghívottak bele is kóstolhattak az új kávézó hangulatába, és megízlelhették az ott készülő fekete zamatát is. Adventi illatok címmel rendezte meg Karácsonyváró családi délutánját az Újvárosi Művelődési Ház. A hideg időben is sokan voltak kíváncsiak a szabadtéri programra, ahol ott volt Szeles Szabolcs alpolgármester és dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő is. A színpadra lépő Csenderes gyermeknéptáncsoport az újvárosi betlehemes népszokást mutatta be, a helyi művelődési ház kórusa karácsonyi énekeket adott elő. A műsorokat követően a szervezők szeretett vendégségen látták vendégül a nézőket és a szereplőket. Betlehemes műsor is szerepelt az Adventi Illatok névre keresztelt újvárosi adventi programon szerde este. Édes is Jézuskám, tejet majd hoztam. Szegény pásztor vagyok, más nem hozhattam. Gyere be te, Gubi! A karácsonyváró eseményre sokan érkeztek, elsőként Szeles Szabolcs alpolgármester köszöntötte az egybegyülteket. Egészen új értelmet nyernek a szavak, hiszen nem tudtuk, hogy ezt az ünnepséget meg tudjuk-e tartani, nem tudtuk, hogy milyen külső körülmények lesznek, amelyek ezt esetleg meg tudják gátolni, hiszen olyan időszakkal nézünk, kell szembenéznünk, nekünk győrieknek is, amivel azt hiszem az elmúlt évtizedekben senkinek. De nem csak a társadalmi kihívásokkal, hanem a gazdasági kihívásokkal is. És egy sokkal szerényebb ünnepet kell tartanunk itt nekünk ebben a városban is, hiszen egekbe szöktek az árak, egekbe szöktek az energia hordozóknak az árai, és nagyon nehéz kigazdálkodni az ehhez kapcsolódó kötelezettségeket. És meg kell gondolni minden egyes lépést, amit teszünk. Épp ezért öröm most szerintem körbenézni, hiszen nagyon sokan fogadták el a meghívásunkat, és bár szerényebb a megvilágítás és szerényebbek az ünnepi fények, de itt vannak. Mert jöhet bármilyen vírus és bármilyen háború, az ünnepeinket nem veheti el tőlünk senki. A jóisten ilyen szempontból azt gondolom, hogy vigyáz ránk. Dr. Fekete Dávid arról beszélt, hogy Újváros évszázadok óta a hagyományait őrző és tisztelő városrész. Újváros az mindig is a hagyományait őrző, a hagyományait tisztelő városrész volt, az már évszázadok óta, és nagyon örülök annak, hogy napjainkban is el tudjuk ezt mondani. Itt Újvárosban nagyon sok közösségi rendezvényünk van, az elmúlt esztendőben is, hogyha visszatekintünk itt az év végéhez közeledve, azt látjuk, hogy rengeteg közösségi rendezvényt tudtunk szervezni. Az Újvárosi Művelődési Ház csapatának szeretnék is ezért köszönetet mondani, hiszen gyakorlatilag januártól decemberig az év folyamán folyamatosan tudtunk olyan eseményeken találkozni, ahol az újvárosiak, illetve azok a más városrészekből érkezők, akik valamiért fontosnak érzik ezt a városrészt, valamiért szeretik ezt a történelmi városrészt, ide érkeztek, részt vettek ezeken az eseményeken, és ezáltal nem csak az újvárosi, hanem a győri közösséget is tudtuk erősíteni. Az Újvárosi Művelődési Ház kórusa pedig adventi dallamokkal segítette az ünnepre hangolódást. Vigyázz egyetek, citerák, Jézus született, hasogjatok gyors trombitát, Isten ember lett. Mária hírt hozta, szíve alatt hordozta. Hegedűn közreműködött Lázár Attiláné. A félnótás citera zenekar hangulatos műsorát követően a szervezők szeretett vendégségen látták vendégül a nézőket és a szereplőket. Néhány hete hirdettünk jótékonysági akciót Varga Zsófiával, az első Tacsitali szervezőjével, amiben arra kértük a győrieket és a Győr környékén élőket, karoljanak fel egy-egy hátrányos helyzetű gyermeket és varázsolják szebbé ünnepüket. A Bagolyvár gyermekotthon lakói lerajzolták, mit szeretnének karácsonyra, ezeket a Győr Plusz felületeire feltöltöttük, és pillanatok alatt gazdára talált minden kívánság. Olyan sikeres volt a kezdeményezés, hogy nem tehettünk mást, kibővítettük. Szerdától a bárcis gyerekek álma is teljesülhet. Fülhallgató, csokoládé, kézilabda, színes rajzokon a fiatalok karácsonyi kívánságai,
Az utóbbi hetekben rengeteg ilyen megható alkotással találkozhattunk a Győr Plusz média szerkesztőségében. Jótékonysági akciót indítottunk Varga Zsófiával, az első tacsitali szervezőjével, melyben arra kértük a győrieket és a Győr környékén élőket, hogy karoljanak fel egy-egy hátrányos helyzetű gyermeket, és varázsolják szebbé ünnepüket. Bárki lehet egy Győr Plusz angyal, ennek az a lényeg, hogy ezt az ajándékot be kell szereznie az adott gyermek számára, behoznia ide a Győr Plusz médiának a szerkesztőségébe, és ezt majd mi fogjuk eljuttatni a gyerekeknek. Na most ennek az első állomása már ugye lezajlott, ekkor ugye a Bagolyvár gyermekotthon támogattuk, és annyira sikeres volt, gyakorlatilag másfél óra alatt elfogytak ezek a rajzok, hogy úgy gondoltuk, hogy tovább kellene ezt gondolni, és aztán ugye kolléganőm Kismáté Noémi segítségével gyakorlatilag még felkerestük a Bárci Gusztáv fejlesztőiskolát is, ugye itt tudni kell, hogy főként értelmi fogyatékkal élő gyermekek vannak, és megkértük őket, hogy ők is rajzoljanak. Ezek a rajzok szerdán érkeztek a Győr Plusz székházába, azonnal feltöltöttük a felületeinkre, és pár óra alatt mindegyik kívánság gazdára talált. Szívesen folytatnánk az akciót, és vonnánk be újabb intézményeket, de azt a sok-sok ajándékot még össze is kell gyűjteni, és el is kell juttatni a gyerkőcöknek, ezért nem tervezünk idén már folytatást. Nagyon fontos, hogy december 16-áig kell ide behozni a Győr Plusz médiának az épületébe ezeket az ajándékokat becsomagolva, és fontos, hogy legyen ráírva az adott gyerkőcnek a neve, illetve az életkora, és mi ezeket majd a karácsony előtti héten, hogyha jól tudom, akkor ott kedden fogjuk elvinni a gyermekotthonokba. Ami most meglepő volt a mostani rajzok kapcsán, vagy meglepő lehet akár a kommentelőknek is, ugye, hogy viszonylag időskorú vagy idősebb korú fiatalok ugye rajzoltak hát érdekes dolgokat, mondjuk, ami nem biztos, hogy ezt várnánk tőlük, hogy ezt kérik, de ugye itt fontos kihangsúlyozni, hogy ők ugye értelmi fogyatékkal élők, tehát hogy lehetséges, hogy ők kicsit másra vágynak, mint mondjuk a kortársaik. Az akció további fázisairól is beszámolunk majd. Nagyon örülünk neki, hogy ilyen hatalmas sikere van a kezdeményezésnek, köszönhetően a győrieknek és a Győr környékén élőknek, akik közül egyre többen növesztenek angyalszárnyakat. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb december 12-én, hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.